hülye videók, és hogy tudjátok, hogy ma miről lesz szó, hát a Molnár előadásán azt sem tudtuk mi meg hogy. Hát ez lesz a sabbázis. Szerencsére vagy szerencsétlenségre, én nem tudom melyiket lehetne mondani, a sabbázis egyensúlyról már volt gyakorlat. Én csak a saját csoportjaimat tudom, hogy szerintem hát inkább megzavarodva, mint kitisztulva mentek ki a gyakorlóteremből, de én abba bízom, hogy esetleg odahaza majd kicsit rájönnek arra, hogy ez nem is olyan bonyolult. Igyekszem összefoglalni, és ezért szerepelnek úgy az anyagban, hogy az előadáson nem szereplő ábrák is vannak benne, amiket kiraktam, de megjelöltem, hogy melyik egyensúly zavarok. Valahogy olyan az érzésem, hogy amikor ti arról hallottok, pH, hidrogénion koncentráció, akkor bezárul minden körülöttetek, és olyan védekező álláspontot vesztek fel, hogy ezt nem lehet, és nem is akarom megérteni. De azt helyettesítették ide, hogy ez egy nem egy hidrogén, nem egy proton, hanem egy nátrium, vagy egy kálium, vagy egy kálcium, magnézium, tök ugyanolyan. Semmi más szerepe nincsen, ugyanaz. És az a másik legszebb az egészben, hogy ezek mind összefüggnek egymással. Tehát nem csak a nátrium, nem csak a hidrogén, hanem egymással. Nátriumot megemeled, klort megemeled, változik mindegyik. Az az érdekes, hogy a szervezetünkben a hidrogénion koncentráció a sokkal úgymond szorosabban van szabályozva, mint a többi ion, a nátrium, kálium, klór. Körülbelül majdnem csak 1 milliószor vagy 3 milliószor több van. Relatíve, amit mi itt kifejeztünk, vagy eddig kifejezték, az mind pH-val szokták jellemezni. A pH egy ilyen, egy undorító szám, aminek sok értelme nincsen, mert a negatív logaritmusa egy koncentrációnak, sokkal egyszerűbb lenne koncentrációt számolni, de így most egy ilyen inverz dolgot fogok mindig majd beszélni. Amikor azt mondanám, hogy a hidrogénion koncentráció emelkedik, akkor a pH csökken. Tehát vice versa, de ezt szoktuk meg, és ezért inkább már a pH-t szokták említeni, de a gyakorlatok során, vagy éppenséggel a klinikumban látjátok majd azt, hogy mind a hidrogénion koncentráció, mind a pH fel lesz tüntetve. Na most, amit ugye már megértettetek gyakorlaton, hogy a koncentrációk azok mindig émiák, tehát ha emelkedettek, az émia. Tehát akár acidémia, vagy alkalémia, és erre azért van szükség, mert a szervezetünkben egy időben nagyon sokfajta folyamat zajlik, ami a hidrogénion koncentrációt emeli, acidózisok, illetve ami csökkenti, azok meg az alkalózisok. Egy adott pillanatban, hogy milyen a mi pH-nk, milyen a hidrogénion koncentráció, az ezeknek az egyes történéseknek a szummája lesz. Tehát ti is most itt vagytok, most léteztek és normálisak vagytok, de tuti, hogy az anyagcsere folyamatok savat termelnek, a légzéssel ezt kilihegitek, tehát biztos vagyok benne, hogy egy időben sokkal több vesétek is működik, hál' Istennek, tehát biztos vagyok benne, hogy egy időben nagyon sok folyamat megy, és ennek a folyamatnak a végén az lesz, hogy egészségesek vagyunk, vagyis a hidrogénion koncentrációnk nem fog változni. Na, menjünk tovább. Ugye az egész életünk az egy küzdelem. És ezt a nőklapja is megfogalmazta már nagyon szépen, mi a savasodás ellen, a savanyodás ellen küzdünk. Szó se róla, azért, hogy mi itt az oxigénben itt létezünk, és aerob folyamatokban leedzünk, vagy energiát szerzünk, ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok széndioxidot termelünk, ami egyfajta sav. Tehát körülbelül 15 mol napi széndioxidot kell nekünk kilélegeznünk, vagy éppenséggel a vérárammal ugye, a perifériáról a centrális rendszerbe hozni. Aztán ezen kívül még van más anyag is, ugye, vannak például foszfortartalmú, ugye, lipidek, vannak ugye nitrogéntartalmú aminosavak, vannak mondjuk kéntartalmú fehérjék vagy oldalláncok, ezek mind metabolizálódnak, ezekből is sav keletkezik, de ezt már nem tudjuk kilihegni, ezt bizony a vesének kell ki úgymond választani. Ezek lesznek a nem illékony savak. Körülbelül naponta 1 mg per testsúly kilogramm ilyen sav keletkezik bennünk, amit ki kell választani, és ha ez nem sikerül,
például egy veselégtelenség van, vagy akut veselégtelenség jön létre, ne adj Isten, akkor biztos az, hogy nekünk metabolikus acidózis, vagyis acidémiánk lesz. Ez lesz a végállapotja. Na most a kiválasztás, ezeknek az nagyon nagy kiválasztása elsősorban ugye tüdőtől függ, a széndioxid, a vesé, de a máj is szerepet játszik ebben, sőt, a csontrendszer is. Tehát a csont is képes proton megkötni, helyette a keringésbe ad különböző kationokat, így aztán hosszantartó mondjuk acidózis, akár respiratorikus acidózis, például COPD, az oszteoporózist fog okozni. Tehát ennek igenis megvan a maga szerepe. Az, hogy a szervezetünkben a hidrogénion koncentráció állandó, ezt egyrészt ilyen pufferrendszerek biztosítják. Ugye azok a pufferek, ami valamilyen gyenge savaknak és bázisnak alkotott sói, ez azt hivatottak elvégezni, hogy amikor a rendszerhez adunk valamilyen erős savnak ugye a protonját, vagy éppensége egy hidroxidion, akkor ebből egy gyengébb savat generál, vagy egy gyengébb aniont fog generálni. Tehát így fogja csökkenteni azt a pH változást, ami ezzel összefüggne. Az is igaz, és azt is tudjátok, hogy egy adott puffer az nem vég nélküli, tehát különböző pH-n, különbözőképpen fog, hogy mondjam, viselkedni. A legoptimálisabb az, amikor fele mennyiségben van diszociálva, vagyis a KD érték közelében van, ugye az a pH, amikor fele-fele, akkor a legerősebb. Tehát én egy pohár pufferbe elkezdek mondjuk savat csepegtetni, akkor a hidrogénion koncentráció először lineárisan emelkedik, utána megtörik, egy ilyen kis majdnem csak plató lesz, az is emelkedik, de sokkal kevésbé, utána megint emelkedik. Tehát ebben a tartományban, aminél ugye ez a plató van, itt lesz ez a legerősebb pufferrendszerünk, ami szervezetünkben hát is van és mindenhol. Na most a másik, amit látjátok, milyen ez a pufferrendszer lesz az első védelmi vonal, ami biztosítja azt, hogy ez a hidrogénion koncentráció ne változzon sokat. Hát milyen pufferrendszereink vannak? Ugye van a bikarbonát, foszfát, protein, egy csomó minden. Aztán van egy második vonalbeli, úgymond, ami már a változásoknak a kiküszöbölését hivatott elvégezni, ezek lesznek úgymond a kompenzáló mechanizmusok, amelynél például ugye ott van elsősorban a légzés, ami a leggyorsabb, ott van a vese, és ott van a máj, tehát a többi szervünk is, amely képes kompenzálni, de ehhez már idő kell, valamennyivel több idő. Miért a bikarbonát az a pufferrendszer, amit mi állandóan beszélünk róla. Ugye biztos, hogy gyakorlatilag szeretőtök már megkérdezte, hogy a szervezetünkben melyik az az anyag, aminek a legnagyobb a puffer kapacitása. És ez nem a bikarbonát, szó se róla, hanem inkább a hemoglobin lesz. De akkor miért használunk mi bikarbonátot? Mi a fenének kell nekünk a bikarbonát? Hát ez nagyon egyszerű, a bikarbonát azért kell, mert ahhoz, hogy mi normálisan tudjunk oxigént szállítani, normálisan tudjuk a széndioxidot elhozni a perifériáról, bizony ehhez nekünk egy bikarbonát rendszer kell. Nézzétek meg, hogyan működik. Ugye amikor normálisan oxigenizált hemoglobin kerül a perifériára, akkor mi történik? Hát az oxigén le fog diszociálni, bemegy a perifériás sejtekhez, szövetekhez, és helyébe széndioxid fog beáramlani, ugye? Ez az, ami normális, hopsz, és már meg is van. Tehát így oxigenizáltuk a perifériát. Na most, ez nagyon kóser, de mi lesz e közben? Ami nagyon, nagyon gyorsan tud diffundálni, ez a széndioxid fogja magát, és be fog diffundálni a vörösvértestekbe is. Mindenhova diffundál, nem csak oda, de valami oknál fogva ott felhalmozódik jobban. Miért halmozódik fel? Mert van nekünk egy enzimünk, ami ezt a folyamatot katalizálja. Vagyis csinál belőle ugye a széndioxidból vízből szénsavat, a szénsav szét fog diszociálni hiprotonra és bikarbonátra, és ahogy szépen a széndioxid egyre több lesz benne a vörösvértestekbe, a bikarbonát egyre több lesz, de a koncentráció grádiens irányába kimegy, helyette bejön a klór, és hál' Istennek azt a negatívan töltött hemoglobin, ami nagyon bázikus karakterű, azt mindjárt pufferolja az a hidrogén, ami a széndioxidból keletkezett. És hova tűnt a széndioxid?
Hát a plazmába ment. Nem a vörös vértestekben van, mert kiment a plazmába. És akkor szépen ezek a úgymond protonált hemoglobinok, ami ugye klórral megtöltve van, ami a vörös vértest, elmegy és bekerül a tüdőbe. Mi lesz a tüdőben? Ugye a tüdőben pont ellentétes lesz a változás, hiszen ugye megint csak a külső széndioxid tenzió nulla, az oxigén tenzió magasabb, az oxigén nagyon szereti a hemoglobint, fogja magát rácuppan, a protont ugye felszabadítja, a proton összeáll ugye a bikarbonáttal, a bikarbonátból keletkezik aztán ugye megint csak széndioxid és víz, a széndioxiddal mi történik? Elmegy onnan. Tehát most a folyamat pont ellenkezőleg zajlik, vagyis a plazmából a bikarbonátot felveszik ugye a vörös vértestek, helyette a klór visszamegy a plazmába, az összes hemoglobin pedig oxigenizált formába kerül vissza. Na ehhez a folyamathoz, ehhez a 15 mol széndioxid eltávolításához szükséges folyamathoz, hát bikarbonát kell, meg keletkezik is. Tehát ezért van az, hogy nekünk mindenképpen, elnézést, én azt hiszem valamit nem csináltam, méghozzá a diavetítés szerintem nem vettem fel, nem időzítettem. Bocsi. Nem. A savtermelés és kiválasztásban, mint láttuk, ugye, van szerepe a tüdőnek. A tüdőnek lényeges méghozzá az, hogy a széndioxidot eliminálja. Na most, ahhoz, hogy megfelelő mértékben tudja ezt a hatalmas mennyiségű széndioxidot ugye a légzőrendszerünk eliminálni, ahhoz megfelelő ventilációt kell létesítenünk, tehát megfelelő pumpafunkciót kell nekünk létesítenünk. Na most, a másik ugye a vese. A veséből beszéltünk arról egyrészt, hogy a vese mire képes. Hát a vese képes ugye egyrészt, a mindent kifiltrál. Tehát természetesen a bikarbonátot is ki fogja filtrálni, de a bikarbonátnak a nagy részét vissza fogja szívni. Ugye általában a proximális tubulusban visszaszívódik a 85%-a, a disztálisban még a 15-öt vissza tudná szívni, és itt képes még protonokat kiválasztani a vese. Aztán a máj, ami voltak éppen az ammónium-ion felhalmozódás megelőzendő, képes akár bikarbonátot képezni, de képes fehérjéket szintetizálni. Na most ugye a fehérjék szintetizálása azért lassú folyamat, nem olyan gyors folyamat, mint a bikarbonátnak a változása, vagy akár a hemoglobinnak a változása, és sokkal lassúbb. De azt ne felejtjétek el, hogy ezeknek az anyagoknak a puffer kapacitása nagy. Ha valaki anémiás, egészen más lesz mondjuk a savbázis egyensúly változása, vagyis a puffer kapacitása kisebb lesz, mint aki normális, megfelelő mennyiségű vörösvértesttel jelentkezik, és említettem nektek már, hogy a csontrendszert is. Na most, a vese kompenzációs lehetőségei, erről az előbb már beszéltem. Lényeges az, hogy körülbelül a vese ugyanannyi, úgymond, majdnem csak ugyanannyi bikarbonátot válasz ki, mint amit termelődik, tehát körülbelül olyan 4 mol per nap lesz az a bikarbonát, amit ő filtrál. De természetesen visszaszívódik majdnem 80-90%-a, és attól függően, hogy nekem mire van szükségem, attól függően ürítem, vagy éppen visszatartom majd ezt a bikarbonátot. Aztán a másik ugye általában a savas karakternek, tehát a protonoknak kiválasztása, az vagy például a foszfát alakjában, vagy leginkább, ami változtatható és nagyon nagy mennyiségben lehet termelni, ez például ammónium-ion formájában történik, ami ugye a glutaminból keletkező ammóniumból alakul át, illetve ammónium, glükóz és bikarbonát is keletkezik még emellett. Miért rossz, ha valakinek elsavanyodik, vagy éppenséggel meglugosodik az illető? Leginkább a savasodás, tehát amikor a hidrogénion koncentráció emelkedik, akkor az inkább központi idegrendszeri zavarokhoz fog vezetni, tehát ilyen dezorientáció, kóma és halál. Azt mondhatjuk, hogy kb. 6,8-as pH alatt már az élettel nem egyeztethető össze, tehát az illető, hát az már nem éli túl. Aztán emellett még a katekolamin, akkor adott vaszkuláris válasz is csökken, általában kardiovaszkuláris gyengeség lép fel, hipotónia lép fel, mediátor felszabadulást is. Például acidózis, a respiratorikus acidózis, széndioxidnak is van hatása önmagában. Ha széndioxid tenzió megnő,
a zavartságot, fejfájást okoz, általában megnöveli az agyi vérállomást, és ilyen kis kipirosodik az illető tőle, ha nagyon magas. Tehát ha valakinek akutan van mondjuk hiperkapniája, az a 70 igaz-millimétert nem nagyon éli túl, általában belehal, de ha valakinek krónikusan, például egy betegség, egy tüdőbetegség kapcsán, akár még egy 150-es higanymilliméteres PCO2-vel is el tud létezni. Tehát ez egy érdekes, ugye, az, hogyan tudunk hozzászokni a rossz dolgokhoz. Az alkalózis az általában ugye fokozott ingerlékenységet okoz. Biztos kipróbáltátok már, hogy valaki, aki búvárkodik, neki áll hiperventilálni, vagy éppen hisztizik, teljesen mindegy. Mi lesz a hatás? Olyan kicsit olyan kis kótyagossá válik az illető, ugye? Olyan kis zsibereg, minden bajunk van a fejünkben. Na hát ez az alkalózisnak a alkalémiának a következménye. De a másik is nagyon lényeges, mi a pH, vagyis a hidrogénium koncentráció meghatározza a hemoglobin diszociációját is. Ugye az volt, hogy amikor a perifériára kerül az oxigénizált hemoglobin, akkor a savanyú közegben leadja, könnyebben leadja magáról az oxigént, míg a lugos közegben megköti. Tehát ha neked egy lugos közeged van, az oxigén nem tud felszabadulni, vagyis hipoxiás lesz az állapotja. Vagyis még azt is látszik, hogy az oxigén nem tud felszabadulni, akkor nem tudom a széndioxidot se elhozni onnan, hiszen nem tudja, úgymond nem tud protonált formába menni, akkor nem fog a széndioxid, nem lesz bikarbonát, tehát még a savbád is egyensúlyt is befolyásolni fogja az, hogy mennyire tud az oxigén onnan lediszociálni. Na ezt is megtanultátok, és tényleg nem akarok vele sokat foglalkozni, csak átismételni. Ugye vannak egyszerű savbád és zavarok, ami a könyökötökön jön már ki, mert élettan, biokémia, itt is, ezt megértetek. Az azt jelenti, hogy van egy darab olyan dolog, ami megváltoztatja a hidrogénion koncentrációját a vérben, és van egy másik dolog mellette, ami ezt kompenzálja. Ez a kettő van, semmi több nincsen. A másik, a kevert, na az a szép dolog. Ami voltak épp az életben mindig van, ne adj Isten, az, ha intenzív osztály jön leginkább, amikor nem csak egy dolog van egy időben, hanem több dolog van egy időben. És annak többfajta kompenzáció is lehet, neki szó se róla. De Ácsi, nektek nem az a lényeg, hogy te fogod magad, és ha-ha, én rájöttem arra, van neki egy ilyen acidózisa, olyan acidózisa, meg alkalózisa is, meg mindene van neki, és jaj, de boldog vagyok, neked meg kell találnod az okot. Tehát mik azok, amit neked meg kell gyógyítani? Tehát nem, te nem a savbázis egyensúlyt fogod kezelgetni, hanem azokat a folyamatokat, ami mondjuk oda vezetett, hogy respiratorikus acidózis lesz, tehát a légzéssel kell foglalkozni. Vagy ne adj Isten, van neki egy respiratorikus alkalózisa, mert tüdőgyulladása van, akkor azt kell neki meggyógyítani. Ha van neki egy metabolikus ketoacidózisa, akkor a diabéteszének a ketoacidózását kell kezelni, és nem pedig azokat a kis folyamatokat, amik ezt mind összehozzák. Nagyon egyszerű. Ha megnézitek a pH-t, abból következőt kell nézni. Mi a fene az, ami ezt a pH változást okozhatta? Ha pH emelkedik, tehát alkalémiája van az illetőnek, akkor melyek lesznek azok a lépések, amik azt okozzák, hogy a hidrogénion koncentráció lecsökken? Hát lehet ilyen respiratorikus alkalózis, vagyis túllihegjük a dolgot, és a PCO2 lecsökken, ez belevág a képbe. Meg lehet olyan is, hogy a bikarbonát emelkedik. Ez a kettő tudja megmagyarázni. Megnézed ezt a két paramétert, amelyik beleillik a képbe, az a primer, amelyik ellentétes, az a kompenzáció. Ennyi. Ha mind a kettő egy időben változott, az már tudja, hogy egy kevert. Az 100%. Tehát ha már kettő dologgal meg tudod magyarázni, az biztos, hogy kevert lesz. Ha meg a bikarbonát változása van csak és azzal magyarázható, akkor metabolikus folyamatról van szó, nem pedig respiratorikusról. Tehát ez egy nagyon egyszerű, és ezt többet ezen rugózni nem kell. Na most, tehát lényeges, amit elmondtunk, hogy elsődlegesen van egy ok, és van egy kompenzáció. Ennyi. Tehát ez itt fel van. Nagyon lényeges azonban azt megérteni, hogy olyan, hogy normál értékig kompenzálunk, nincs. Mert a kompenzáció egész addig működik, amíg van eltérés. Ez egy szabályozás technika. Ha nincs eltérés, akkor nincs semmi, ami ezt az egész kompenzációs mechanizmus fenntartja. Egész, tehát ennek mindig kell működni, mindig kell lenni. Meddig van? Amíg az alap primer folyamat meg nem szűnt.
Tehát egész addig, amíg az illetőt te folytogatod, addig ő neki van egy respiratorikus acidózisa. Addig a vese kompenzálni fog. Ha 3 napon keresztül csinálod, 3 napon keresztül. Ha meg elengeded a nyakát, akkor boldog lesz, és a vese se fog kompenzálni, és a pH-ja visszamegy a normál értékre. De hasonlóképpen, ha neked azt tetszik, hogy tütükélsz állandóan, mit tudom én, egy kis etanolt, abból ecetsav lesz, és ezt folyamatosan csinálod, akkor neked lesz egy metabolikus acidózisod. Hát ezt te kompenzálni fogod, hogyan? Hát lihegsz egy kicsit hozzá. Ha abba hagytad az itókát, ami nagyon rossz lesz, szó se róla, az elvonási tünetek jelentkeznek, de nem baj, de a sabbális egyensúly zavarod, meg fog oldódni előbb-utóbb. Jó? Na, tehát az a lényeg, hogy a vesék a bikarbonáttal, illetve a hidrogén exkrécióval, a tüdő pedig a szén-dioxid változással kompenzál. Ennyi. Na, egy pár jó dolog, amit vagy megjegyeztek, vagy nem jegyeztek, meg teljesen mindegy, el fogtok felejteni majd, de majd a klinikumban újra előveszitek. Most az, hogy mi az a kompenzáció, és mi az a normális kompenzáció, vagy mi az, hogy valami kompenzált, vagy nem kompenzált, ezt meg lehet állapítani. Például nézzük meg. Ha metabolikus acidózisa van valakinek, például egy ketoacidózisa, laktátacidózisa, vagy bármilyen metabolikus acidózisa, hogyan tudod te azt, hogy milyen PCO2 lenne a normál kompenzáció? Hát van az a Winters formula, amit nektek nem kell megtanulnotok, de úgyis meg fogjátok tanulni, nem tudom miért. Kész. Nagyon egyszerű. Nézd meg, hogy ez a változása a PCO2-nek, ez a Base Access-szel lesz egyforma. Aztán. Tehát ha például a Base Access, mit tudom én, -5, akkor azt jelenti, hogy a PCO2 ebben az esetben akkor 35. Tehát ugye, mert lihegnünk kell egy kicsikét. Metabolikus alkalózisnál ez a változás csak 0,6%-a lesz, tehát úgy lehet kikalkulálni. Aztán respiratorikus eltérés, mikor akut? Nagyon egyszerű, mikor nem kompenzál még a vese? Pillanatok alatt megnézed a papírját, abban az esetben, ha bikarbonát a normál tartományban van, az biztos, hogy akut. Ha már nem a normál tartományban van, az már kompenzált. Ez az. Mert minden egyes 10 higanymilliméteres PCO2 durván 1 millimol bikarbonát emelkedést fog okozni, tehát minimális emelkedést okoz. De ha már a vese is bekapcsolódik, akkor már körülbelül 2-szerese vagy 3-szoros lesz a változása, tehát egy pici változás már a bikarbonátot meg fogja változtatni. Aztán a respiratorikus eltérés krónikus, ugye, ha megváltozik, és ebből lehet megint számolni a B-et, de egyszerre megnézed a standard bikarbonátot, és kész, rá fogsz arra jönni, hogy ez már krónikus. Na nézzünk egy-két nagyon egyszerű dolgot, hogy végigmegyünk rajta. Nézzük meg először, hogy hogyan néz ki normálisan, normál körülmények között ez a szénsav és a bikarbonát rendszerünk, ugye az a hányados, amit mi állandóan mindig nézegetünk. Ugye a szénsav és a bikarbonát KD az 6-1, tehát több lesz majd a bikarbonát, ami szabadon kószál, mint a savas karakter, tehát a nem diszociált forma. Ez körülbelül 1:20 az aránya, normálisan. Na most mi lesz akkor, ha respiratorikus acidózisunk van? Mi az a respiratorikus acidózis? Hát nem kapok levegőt, eleget, vagyis a PCO2 emelkedni fog. Ha a PCO2 emelkedik, akkor az a szénsavon keresztül fogja változtatni majd a bikarbonátot is. Tehát több lesz a szénsav, és több lesz a bikarbonát is. De minden út, ugye, ami a mennybe vezet, az a szénsavon keresztül fog menni. Vagyis mi lesz itt? Meg fog nőni mondjuk a szénsav, olyan 1:2-re, de a bikarbonát nem nő meg azonnal 40-re, mert nem tud megnőzni, hanem megnő 22-25-re, tök mindegy. Tehát körülbelül azt mondtuk, hogy megnő 1-en. Jó. Tehát kialakul egy savas, vagyis egy respiratorikus acidózis alakul ki. Erre föl mi történik? A vese észbe kap, a vese magához kap, és mit csinál? Fogja magát, bikarbonátot próbál meg visszaszívni, még többet visszaszívni, és protont exkretálni. Vagyis a vizeletünk csípősebb lesz egy kicsikét, savasabb lesz. Ugye? Vagyis ezt az arányt ő próbálja meg normalizálni, ami ugye 1:20, 2:40, de nem tudja, mert nincs normális teljes kompenzáció. Vagyis felhozza 2:30-ra, az azt jelenti, hogyha normális kompenzáció van, a pH-nak az alsó-felső
értékére hozza vissza. Tehát 7,4 plusz mínusz 0,05, vagyis visszahozza 7,35-re. Az azt jelenti, hogy kompenzált az állapotom. Mi csak azt mondjuk, ha 7,4 az az igazi, az a tuti. Ha attól föl van, akkor alkalózis, ha lejjebb van, acidózis, vagy acidémia, oké? Na, ha azt, akkor így az arány teljesen normalizálódik. Nézzük meg az ellenkezőjét, mi van akkor, amikor respiratórikus alkalózis van. Mi csinálunk? Lihegünk. Mi a leggyakoribb oka általában a lihegésnek? Hát ez a hisztéria, szó se róla. Hogy néz ki? Respiratórikus alkalózisa van, azért nem mondjuk rá, hogy hisztis, jó? Hát nem biztos, hogy hisztis. Azt tudjátok, hogy a hiszterektómia is innen jön? Ugye régen azt hitték, hogy a nőknek ez a kissé emocionálisan felfokozott állapotja, ennek az oka az uterusz. És azt még ki is szedték. Vagy ne adj Isten, hogy jó gyomorba vágták a nőt, vagy éppen uteruszon vágták, hogy lejjebb vágták meg, hogy múljon már el ez az egész dolog. Na, azért most már ez tovább fejlődött, és rájöttek arra, hogy a férfiak is hisztisek, és hogy nincs uteruszuk. Na most, hogyan oldjam fel ezt a problémát? Hát kitaláltam valami mást, hogy akkor nem az a probléma. Jó? Tehát tuti, hogy nem az. Aztán, ha valakinek légzési alkalózisa van, akkor lehet ám neki tumorja, vagy lehet neki hipoxiája, tehát tüdőgyulladása is lehet. Lehet például lázas is az illető, az is okozhat hiperventilációt. Az is lehet például a szalicilátot szed. A szalicilát direkt befokozza a légzőközpontnak az aktivitását, tehát fokozódik ugye a légzés. Vagy ne adj Isten, asszisztált lélegeztetés van, és túllélegeztetem a beteget. De legegyszerűbb felmész a hegynek a legtetejére, hipoxiás környezetbe, tuti, hogy lihegni fogsz, mert nem kapsz elég oxigén. Tehát ezek mind okozhatnak respiratórikus alkalmat. Mi lesz itt? Pont ellenkező. Fogom magam, lecsökkentem ugye a széndioxidot. Az egész folyamat akkor erre fog elmenni, vagyis megint csak a szénsav fog csökkenni, lecsökken mondjuk a felére, a másik annyira nem fog még csökkenni, mert a túloldalán van, a pH még annyira nem tért el. Tehát egy elégtelenség van, egy egyenetlenség, amiben az alkalózis dominál. Most mi lesz akkor? Hát a vese fog kompenzálni, méghozzá megpróbál protont visszatartani, ugye? Vagyis a bikarbonátot fogja exkretálni, vagyis nem fog annyit visszaszívni, többet fog kiüríteni, vagyis a vizelet az lugosodni fog. Na most egy jó dolog van még ebben, hát több minden mellett, ugye respiratórikus alkalózisnál, amikor a PCO2 lecsökken, ez önmagában is lecsökkenti a légzési stimulust, tehát ez egy önmagában is megoldja azt, hogy bármeddig nem fogunk lihegni, tehát az, hogy elég mennyiségű széndioxid maradjon a tüdőben, ez biztosítja majd. Na most, ez az, ami lesz, ugye, mit csinál? A bikarbonátot próbálja meg valamiképpen kiüríteni, tehát nem fogja visszaszívni, és akkor alkalikus lesz a vizelet, és ennyi. Aztán, ha lehet kezelni esetleg egy ilyen folyamatnál, például ammónium-kloridot lehet, ugye a klorid bikarbonátra cserélődik ki, és így normalizálja az állapotot, így lehet normalizálni az állapotot. Metabolikus acidózis. Ugye eddig volt a respiratórikus, ezek mind csak egyszerűek, semmi gond. Metabolikus acidózis, ez egy elég gyakori. Tehát ez egy nagyon gyakori formája. Az, hogy mitől lehetsz valakinek metabolikus acidózisa, vagyis mitől csökkenhet az ő bikarbonátja, két okból. A. Fokozott savképződés van, B. túlzott bikarbonát veszítés van. Ez a két ok, semmi más nem lehet. Ugye azt, hogy a fokozott savképződés vajon egy kívülről bevitt anyag metabolizmusa következtében lesz-e, vagy egy metabolikus rendellenesség következtetében, vagy ne adj Isten valaki munkára szánja el magát, vagy sportol, és ezért lesz neki, az egy más kérdés, azt majd kitaláljuk. Vagy éppenséggel veszítünk túl sok bikarbonátot, amit veszíthetünk a vesében, vagy éppenséggel más gasztrointesztinális rendszerben, vagy sipolyokkal, bárhogy veszíthetünk. Hogy lehet megállapítani? Ezt is tanultátok. Hát ki kell számítani az anion rést. Ugye mi az anion résnek a lényege? Az anion résnek a lényege az elektroneutralitás. Vagyis nem vagyunk Duracell nyuszik. Vagy az Energizer volt a nyuszik. Nem, a Duracell nyuszi, ugye? Na.
Ugye nem vagyunk. Mennünk az összes pozitív töltés és a negatív töltés az egymással egyensúlyban van. Tehát a kationok és az anionok egyformán vannak. Egy dolog azonban, hogy mi a figy fenét mérjek én meg kationokat és anionokat. Ugye millió van a szervezetünkben, tehát hiába sorolod, biztos lesz olyan, amit még nem soroltál föl, vagy nem mérted meg. Ezért azt mondja, hogy hát azért én ezt mind nem tudom megmérni, ezért csinálom azt, hogy megmérem a leggyakrabban előforduló kationokat, illetve a leggyakrabban előforduló anionokat. Ha megmérem a nátriumot, és kivonom belőle a klórt és a bikarbonátot, a kettő között még marad egy különbség, ami bizony a szerves savak anionjai, akkor a kéntartalmú, tehát a szulfát, albumin, foszfát, és ez lesz a kettő közötti különbség, az anion rés. Ez attól függően, ez általában 12 millimol per liter. De ez miért jó? Ez azért jó, mert nézzük meg, mi van akkor, ha savat adok a közeghez? Hát én választottam az etanolnak a metabolizmusából keletkező ecet savat, de ha kedvetek van, akkor savanyuborkát is lehet szopogatni, teljesen mindegy. Mi lesz ennek a következménye? Az lesz, hogy a proton fogta magát, ugye, a bikarbonáttal úgymond semlegesítődött, és létrehozott szénsavat. Eközben a bikarbonát mennyisége csökken. Na most, mi a következő? Hát nagyon egyszerű, ugye a szénsav az fogja magát vízre és széndioxidra diszociál, már pedig azért is, mert a széndioxid elmegy, illékony, el fog menni, és ebből kifolyólag az lesz, hogy az az ion fogja helyettesíteni a fogyott bikarbonátot, ami a savas volt. Tehát esetünkben ugye az ecetsavnak az acatát lesz az, ami viszont nem mérem. Tehát ugyanúgy megmarad az elektronneutralitás, csak egy olyan anion került a rendszerembe, amit nem mérek. És ezért az anion rés meg fog nyúlni, vagy meg fog nőni. Na most mi van akkor, ha bikarbonátot veszítek, és ezt úgy hívjuk majd, hogy normál anionréses acidózis. Nagyon egyszerű, azt érnek, hogy bikarbonátot fogok veszíteni. A bikarbonátot önmagában megint nem tudom egy negatív töltést elveszíteni, általában klórra cserélődik ki, vagyis abszolút, amennyi bikarbonát elfogyott, annyi klór visszajött, ezek lesznek a hiperklorémiás acidózisok, az anion rés nem fog változni. Tehát ez a két legegyszerűsített formája. Ha valakinek metabolikus acidózisa van, akkor a következőt. Ugye először is megnézzük az anion rés, kiszámoljuk. Amennyiben nagy az anionrés, utána megint keton testemelkedés van, hiszen a diabéteszes ketoacidózis elég gyakori. Vagy éppenséggel laktát felszaporodás van? Egyik se. Akkor jön a következő, az ozmotikus résnek a kikalkulálása, majd megbeszéljük. Ha viszont nincs anionrés emelkedés, akkor hát itt jön egy másik rés, ez lesz a vizelet anion rés, de azt kell csak kisütnünk, hogy vese az oka, vagy nem vese az oka. Erre jó lesz ez. Na nézzük tovább. Metabolikus acidózisnál, amikor anion rés változása van, ezek a leggyakoribb okok, ugye említettem már ketontestek felszaporodását, a laktát felszaporodását, de nagyon-nagyon sok van, amikor kívülről kerül be valami anyag. Hát az emberek szeretnek iddogálni, sok esetben, ha etanolt nem találnak, isznak metanolt, vagy isznak etilénglikolt, ugye leisszák a, mit tudom én, a fagyállót a kocsiról, olyan szép, színes, olyan abszintnek kinéző formája van neki, király, megiszom, ami nem éppen kellemes, de hát fenn a gusztusát neki, vagy a gőtéről iszom le a, mit tudom én, a spirituszt, teljesen mindegy, iszunk egyet. Ennek hatására ugye sav keletkezik. Na aztán, van még a laktát acidózisunk. Ugye a laktát acidózisnál két típus van, ezt biztos tanultátok biokémiából, ugye az A, amikor termelődés van, plusz termelődés van, a B, amikor nem bomlik le a laktát rendesen, és ezért lesz laktát acidózis. Laktát szint emelkedhet, és nagyon gyakran például egy intenzív osztályon, amikor valamilyen hipoxiás beteg van, vagy éppensége traumatizált beteg van, hát ott nagyon lényeges, de lehet, hogy normál tartományban, vagy egy nagyon kicsit változik csak a laktát, és a beteg állapotát nagyon ronthatja. Hát ezt ilyen hiperlaktémiának nevezett állapot, amikor még nincsen hozzá acidózis, mert azt még nem vitte el a pH-ját.
Mondtam azt, hogy az ozmotikus rés az egy jó dolog, annak a megállapítására, hogy van-e olyan ozmotikusan aktív anyag a szervezetembe, ami ezt a savanyodást okozza. Na most nagyon gyakran az ozmotikus rés mérésével már azelőtt meg lehet állapítani, hogy valakinek lesz majd metabolikus acidózisa, amikor még nem változott meg az anion rés. Tehát ha nekiállsz iddogálni például, vagy akármilyen gyógyszereket szedni, már azok a kis részecskék benn vannak a te véredben, természetesen a szervezet regulálni fogja az ozmolaritást, ennek kapcsán a számított és a mért nem lesz azon, változni fog. Vagyis az azt jelenti, hogy a számított és a mért ozmolaritás, mint az a számított, az ozmotikus rés kinyílik. Na most, ha az ozmotikus rés nagyobb, mint 15, akkor általában valamilyen extra ozmotikus anyag van bennük. Ahogy metabolizálódik ez az ozmotikus anyag, úgy fog lecsökkenni az ozmotikus rés, de általában ilyenkor viszont az anion rés fog emelkedni, mert akkor savvá metabolizálódik. Például nekiállunk ugye etanolt inni, egész addig, ameddig abból nem lesz ecetsav, addig ozmotikusan aktív etanol lesz belőle. Amint már ecetsav lesz, akkor már még mindig ozmotikusan aktív marad valamennyire, de már az anion rés fel fog emelkedni. Na most azt jó megjegyezni, amennyiben, ha 25-nél magasabb, akkor tudja, hogy kívülről vett valaki be valamit, és leggyakrabban etilénglikolt szeretnek meg metanolt inni az emberek. Ezt a kimutatását ugye kétféleképpen lehet, egyrészt a vizelt üledékbe oxidált kristályokat, vagy éppen az illetőnek valami látászavara van, vagy halászavara van, az lehetséges. Aztán a másik, ugye, amit látjátok, a kisebb, akkor az urémiás acidózis, például a veselégtelenség kapcsán, vagy laktátacidózis, kettoacidózis, szalicilátok általában nem okoznak akkora ozmotikus részváltozást. Volt másik, ugye a másik az volt, hogy metabolikus acidózis normál anion réssel, vagyis vagy bikarbonátot vesztettem úgy, hogy kordot szívtam vissza. Ilyenkor a normál lesz az anion rés. Itt megint hát ez a hard up, az angolok szeretik ezt a rövidítéseket. Tehát látszik az, hogy az aldoszteron elégtelenséggel, vagy éppenséggel a karbonhidráz gátló hatással, a vese, renális, tubulális acidózisok, például hasmenés, uteroenterális fisztulák, például pankreász fisztula, ezek mind okozhatnak normál anion réses acidózist, amit neked ki kell találni. Legelőször, ugye erről beszéltünk, megnézik a vizelet anion rést. Ez semmi másra nem jó, csak arra, hogy kizárjam, hogy a vese nincsen benne a dologban. Ugye a vese hogyan választ ki protont? Ammónium formájában leginkább. Tehát egy pozitív fogja magát, és ő generál egy pozitív kationt. Ennek kapcsán mi lesz, ha pozitív kation lesz? Annak kapcsán az lesz, hogy az illetőnek relatíve, ugye az, hogy csak pozitív nem lehet, tehát a negatív is emelkedni fog, vagyis ha a nátrium-káliumból több klór fogsz kivenni, abban az esetben ennek az értéke kevesebb lesz, ugye, mint mínusz 10. Tehát ha nagyon lecsökken a vizelet anionrés, az azt jelenti, hogy a vese úgymond normálul működik, első körben azt mondjuk, hogy normálisan működik, tehát biztos, hogy egyéb más folyamat van. Ha nincs hasmenése, akkor lehet valamilyen fisztulája, csak meg kell találni, hogy mi lehet neki. Abban az esetben viszont, amikor nem megfelelő a hidrogén kiválasztás, ebben az esetben általában ugye megint csak a nátrium-kálium mértéke az magasabb lesz, így ez az egész vizelt anion rés emelkedett lesz, tehát 10 fölé fog emelkedni, és az inkább már valamilyen renális, tubuláris acidózisra fog utalni. Hát ebből van 4 fajta. Ezt nagyon szeretitek, szó se róla, mindenki imádja. Kezdjük a kettessel, mert a kettes az, amelyik a proximálisabb, és mondjuk a jobb indulatú formája. Ugye itt azt jelenti, hogy a proximális tubulusban csökken a bikarbonát reabszorpciója, és ennek kapcsán még ugye a nátrium-kálium vesztés is fokozódik. Gyakran nem csak önmagában, hanem egyéb ionok visszaszívásával is gond van itt a proximális tubulusban.
Na most mi okozhatja? Nagyon ritkán például különböző enzimeknek, tehát a nátrium-hidrogén cserélő fehérjéknek, aztán nátrium-bikarbonát kotranszporternek a zavara például, vagy éppenség a karbonhidráznak a hiánya, vagy csökkent működése. De amint látjátok, mieloma multiplex, ugye amikor ez volt már róla szó, ez a Benz-Jones fehérje, ez a könnyű lánc, ami amiloidózist okoz, és proximális tubulusokat károsíthatja, vagy például a Fanconi szindrómát okozhat. Aztán különböző anhidrát, tehát karbonhidráz gátlók okozhatnak ilyeneket. Egy jó dolog van ezzel a renális tubulás acidózissal, hogy a proximális részen még megtartott a bikarbonát visszaszívás. Tehát az illető még vissza tud szívni bikarbonátot, ezért nem lesz olyan súlyos. Vagyis kompenzál. Ezért aztán a szérum bikarbonátja ritkán lesz kisebb, mint 12 millimol, sőt nem is szokott az lenni, és a vizelet pH-ja is inkább savasabb karakterű. Egy dolog viszont van hozzá, hogy a káliumürítés az bikarbonát függő, tehát ha valakinek például az acidózis kezelésére bikarbonát infúziót adnak, akkor az lesz, hogy fokozódik a bikarbonát ürítés ugye a vesén keresztül, és fokozódik a kálium ürítés is a vesén keresztül, tehát még inkább hipokalemizáló hatása lesz neki. Aztán van a másik, ugye az egyes típus. Az egyes típus az a disztális renális tubulás acidózisokban. Itt van több fajtája. A klasszikus fajtája, amikor szekréció zavar, vagyis a disztális protonpumpa aktivitása csökkentebb. Ez is hipokalémiával jár. Na ebben az esetben már a szérumnak a bikarbonát jobban le tud csökkenni, mert itt már nagy szabályzás nincs, hiszen az utolsó szabályzó esik ki. Nagyon gyakran a vizelet ugye nagyobb a pH-ja, gyakran jár együtt kálciúriával, vagy hipocitrátúriával, ezért aztán nefrokalcinózis nagyon gyakran kialakul, vagy éppességgel oszteomalácia, tehát a kálciumveszítés alakulhat ki. Leggyakrabban autoimmun megbetegedésekhez társul, például a Sjögren betegség, vagy egyéb ilyen hiperglobulinémiás kórállapotokkal járhat például ezeknél a betegeknél. Aztán van olyan is, hogy grádiens hiba. Ez azt jelenti, hogy a normálisan a disztális tubulusban kiürítem a protont, de az valami oknál fogva visszadifundál. Leggyakrabban gyógyszerek csinálják mindezt, és van is egy ilyen, ugye a kiskérdésekben volt egy ilyen, hogy amfotericin B terápia kapcsán megvan ez, amikor porózussá teszi a tubulus sejteket, és hiába pumpálta ki, de a proton visszadifundál. Tehát ez lesz egy ilyen grádiens hiba következtében. Aztán van olyan, hogy a kóros disztális nátriumtranszport miatt, ez a feszültségfüggő zavaroknál van, ez lesz az egyetlen hiperkalémiás típus, például sarlós sejtes anémia kapcsán, vagy lítium, vagy amiloid kezelés kapcsán alakulnak ki ilyen állapotok, tehát erre kell figyelni. Négyes típus. A négyes típus az az ammónia termelést csökkenése következtében alakul ki, általában hiperkalémiával fog járni, és hipoaldoszteronizmus lesz. A hipoaldoszteronizmus két ok miatt lehet. A. Aldoszteron hiány. Például ugye adizonkorban, vagy éppenséggel mondjuk karbonhidráz gátlóknál, vagy aldoszteron szintráz hiányában. Aztán lehet például a diabéteses nefropátiában is hasonlóképpen kialakul. Akut glomeronefritisben, acegátlókkal, nem szteroidás gyulladást csökkentőknél. Hiszen a prostaglandinok renin szintézist indukálnának, ha nincsen, nem lesz renin. Tehát ezek az állapotok mind oda vezetnek, hogy a renin szint alacsony lesz ezekben a betegekben. Az elsőben, ugye adizon és a többiben magasabb lesz a renin szintje, hiszen vissza akarja szívni valamiképpen majd ő ugye a nátriumot, csak nem tud aldoszteron termelni, tehát a renin magas, aldoszteron alacsony lesz. Aztán van olyan nagyon ritka, hogy aldoszteron rezisztencia van például gyógyszereknél, az amiloid spironolaktom, hogy meglátjátok, vagy intersticiális, tubulointersticiális betegségeknél például előfordulhat ilyen állapot. Van egy másik, ez a hármas típus. Erről általában könyvek nem is szoktak említést tenni, csak az embernek felmerül, hogy van egyes, kettes, négyes, akkor a hármas. Na, a hármas ez egy nagyon ritka megbetegedés, nagyon sokat erről nem kell tudnotok. Ez egy ilyen, mind a disztális, mind a proximális tubulusokat érinti, és a karbonhidráz kettes típusának a mutáció következtében jön létre. Ha nem tanuljátok meg, az se baj.
mert tényleg nagyon ritka. Van egy másik nagyon érdekes dolog. Például hány valaki. Ugye a hányás az okoz egy metabolikus, még ne aludjatok, alkalózist, nagyszerű. De mivel okozta metabolikus alkalózist? Hipovolémiával, igaz? Na most itt probléma van. Mi a probléma? Az a probléma, hogy a hipovolémia következtében ugye elvileg aldoszteron nátrium visszaszívás és protonürítés lenne, ugye? Ha viszont nekem az kellene, hogy én bikarbonátot ürítsek és proton szívjak vissza, pont ellentétes folyamat. Na most, mit csinál a szervezetünk? A szervezet nagyon egyszerűen válaszol, és azt mondja, nekem a legelső a térfogatnak a biztosítása, és nem érdekel engem a savbázis egyensúly, vagyis az illetőnek inkább egy alkalózis mellett a hányás kapcsán paradox acidúriája alakul ki, mert a nátrium visszatartás és a víz visszatartás lesz az elsődleges. Ez egy nagyon érdekes folyamat. Na, vegyük át egy kicsikét ezt azért, csak azért, hogy a gyakorlatokban van egy kis különbség, akkor meglátjuk. Tehát először, mit nézek meg? Milyen a pH? Kisebb, nagyobb, kész. Acidémia, alkalémia. Ez egyszerű. Meghatározom az elsődleges zavart. Mi az? PCO2-vel magyarázhatom? Nem. Bikarbonáttal? Akkor az metabolikus. Ha PCO2-vel igen, másikkal nem, az meg egy metabolikus folyamat. Nagyszerű. Tuti, hogy a kompenzáció pont ellentétes irányú változásban fog manifesztálódni. Tehát egyszerűen rájössz erre. Következő. Kiszámítom az anionrést. Teljesen mindegy, hogy van-e az illetőnek acidémiája, vagy nincsen. Kiszámítom. Mert ha 20-nál nagyobb az anionrés, akkor tuti, hogy a szervezetedben van savas karakterű anyag, csak nem látszik. Tehát neked az alkalémia az, ami dominál, de van benned egy kis mennyiségű anionréses acidózis, és ez fel tudod tárni ezáltal. Tehát ezért mindenképpen nézd meg az anionrést. Na, ez egy nagyon egyszerű ábra. A következő, ez nem erre való, hogy most így végigmenjél rajta, a kompenzáció mértékét kellene ugye megsatszolnod. Hogy az a kompenzáció, ami van, az a normál tartományba esik? Igen, akkor nincs neki más zavara. Ha nem, akkor van neki egyéb zavara is. Ha metabolikus eltérésed volt, ha respiráció nem normális, akkor lehet még egy respiratorikus acidózisod vagy alkalózisod. Ha egy primer respiratorikus eltérésed volt, és a bikarbonát nem megfelelő, akkor még van mellett egy metabolikus eltérésed is. Nagyon egyszerű. Jó? Következő. Na, ez egy kicsit bonyolult. Egyes egyedül akkor használható, amikor anionréses acidózisunk van. Na, mi volt anionréses acidózisnál? Az volt, hogy amennyi sav keletkezett, annyival megfogyott a bikarbonátunk, ugye? Tehát ennyivel nőtt az anionrésünk. Amennyivel lecsökkent a bikarbonát, annyival nő meg az anionrés. Vagyis a savtermelődés és az anionrés emelkedés összefügg egymással. Amennyi bikarbonát csökkenés, annyinak kell lenni az anionrés emelkedésének. Ha csak annyi, akkor azt mondom, hogy ez egy tiszta anionréses acidózis. De mi van, ha nem annyi? Mi van akkor, ha nekem például a bikarbonátom többet csökkent, mint amennyivel az anionrés emelkedett? Az azt jelenti, hogy egy részét, amennyivel emelkedett, azt a sav vitt el, tehát az egy anionréses acidózis volt, ami viszont ezen felül volt, az elvesztette az illető, tehát az illetőnek emellett van egy nem anionréses acidózisa is. Mindjárt megtaláltam két metabolikus folyamatot egy időben a szervezetben. Mi van akkor, ha viszont az anionrés emelkedett jobban, tehát sok-sok sav keletkezett, de maradt még ott bikarbonát. Hát nem is szabadott volna maradni bikarbonát. Azt jelenti, bikarbonát túlsúlyon van. Vagyis az illetőnek van egy metabolikus alkalózisa. Amellett, hogy van neki egy anionréses acidózisa. Oké? Na, erre használják azt, amikor a bikarbonát értéket korrigálják az anionrés változással,
Ha pont ugyanannyival csökkent a bikarbonát, amennyivel a zanior és emelkedett, akkor nem változik, normál lesz. Ez lesz a normális korrigált bikarbonátom, az 24. Amennyiben viszont nagyobb a változás, mint amennyi a bikarbonát csökkenés, akkor metabolikus alkalózis is van mellette. Ha meg kevesebb, tehát csökkentebb lesz, abban az esetben pedig egy nem anioréses acidózis is van. Esettanulmány. Na nézzük meg. Hát egy enyhén zavart 48 éves férfit hoztak a sürgősségi osztályra, anamnézisében egy kis alkoholizmus, egy kis hát, grand mal típusú görcsroham, epilepsziás roham, ezért kerül felvételre. Vérnyomása 128/70, a szívfrekvencia 114, tahikard, elektrolitok, nátrium 137, kálium 5-ös, klór 100, bikarbonát 12, kreatin 120, hát ebből látszik, hogy kreatin 120, akkor a vesével is van valami gond. Nézzük meg, mennyi volt az ő pH-ja? 7-12, tehát ő neki van egy acidémiája, igaz? Hát nem acidózis, acidémia? Ennyi, ennyi. Na, aztán nézzük meg a következőt, hát megnézhetjük azt, hogy ez, mi volt itt a primer folyamat, nézzük meg. Hát, ha megnézed, ezek közül, ami volt, ugye ez a bikarbonát csökkenéssel járt, és a PCO2 normális volt, tehát őnek egy metabolikus acidózisa volt, 100%. Anionrése mennyi? Anionrés 25. Tehát magas anionréses acidózisa van, vagyis anionréses acidózisa van. Kompenzáció, hát itt megadták a kompenzációt, ki lehet számolni a Winters formulából, az általában 24 és 28 között kell lenni, vagyis hiperventilálnia kellene az illetőnek, de az illető nem hiperventilált, hiszen normál a PCO2-je, miért nem? Mert nem valami légzési problémája van. Tehát azt mondom, hogy ez egy respiratórikus acidózis. Hoppá! PCO2 normális, már is respiratórikus acidózis? Igen, mert a kompenzáció mértékéhez képest magasabb. Aztán korrigált bikarbonátot is megnézzük, ugye mennyi volt az anionrés, 25 volt, a változás akkor 12 és 25, az legalább 13, ugye, és 12-es, tehát 25, vagyis nincs más eltérés, mert 24, ugye, plusz-mínusz 2, az a normál bikarbonát értékük, tehát ennek az illetőnek most van egy anionréses metabolikus acidózisa, és egy menjünk tovább. Beteget telenyomják nátrium bikarbonáttal, és ezt követően megmérik ismét a paramétereit, és látjátok azt, hogy szépen a nátrium megemelkedett, kálium maradt, klór maradt, bikarbonát megemelkedett, pH megemelkedett, tehát most milyen van a betegnek? Most már alkalémiája van a betegnek, oké. Okay. Következő anionrés még mindig magas, tehát tudja, hogy ő neki van egy metabolikus acidózis anionréses, de már a pH már nem ott van. Aztán megnézzük a kompenzáció, hasonlóképpen ugyanaz van, tehát 45-49-nek kellene, de ő hiperventilál, tehát nem hipoventilál, mert ugye alkalózis kapcsán mit kellene csinálnunk? Széndioxidot visszatartanunk. Nem fogja visszatartani, hanem ahhoz képest ő hiperventilál. Tehát mivel hiperventilál, ezért mondjuk azt, hogy neki respiratorikus alkalózisa van. Aztán nézzük a korrigált bikarbonátot, az már 26 lesz, hát most már van neki egy metabolikus alkalózisa is, feltelten azért, mert kapott ugye bikarbonátot. Tehát egyik állapotból a másikba lökték át az illetőt. Nagyon jó. Ez eddig, amit megtanultatok, vagy amit elmondtam, az körülbelül 100 éve van már. 100 év nem volt elég hozzá, hogy megértsük, szó se róla. De ennél vannak újabbak is. Ez is már legalább egy 30 éves, semmi gond, ha nem több. És Tónoci tanárról az előző héten már beszélt róla. Tudom, hogy azért vannak olyan dolgok, ami hát nem igazán magyarázható ezzel a bikarbonát puffer rendszerrel. Tehát például nézzük meg, ugye a hagyományos doktrina értelmében a proton az sav, igaz? Hát de nem igaz, mert az ammónium nem az. Pech! A másik. Ha azt mondom nektek, hogy laktát acidózis, akkor azon nyomva, hát persze, a laktát acidózis. Igen, ám csak a proton nem kerül ki a plazmába. A proton azonnal felhasználódik az ATP szintézishez, tehát ki se jön. Csak egy negatívan töltött laktát anion fog kijönni. Hát akkor meg mi lesz acidózis? De van még más is. Kísérlet.
Veszek 5 liter vizet, tehát ilyen, hát ez egy vízvérű ember, és veszek 5 liter plazmát. Mind a kettőhöz adok 1 liter fissót, és megmérem a pH-ját. A fissó pH-ja 7,4, tehát ugyanannyi protont adok mind a két rendszerhez, mind a vízhez, mind a plazmához, és lásd csodát, ha plazmához adtam, az inkább csökken a pH-ja, tehát acidotikus lesz. Hoppá! Hát hogy a fenébe? Nem adtam hozzá több protont, csak több klórt. Az meg negatív, akkor miért lesz savasabb tőle? Aztán a másik dolog. Ha vizet melegíted, annak a pH-ja nem azonos. A normál 37 fokon a víznek a pH-ja 6,8-as, akkor most a víz egy sav. Az a másik, hogy a víz az a legkevésbé van úgy, hogy proton és hidroxid anion, hanem össze-vissza, tehát hidroxónium, pentoxónium. Egy csomó mindenféleképpen asszociál, mivel bipólú szerkezetű. Nagyon jó ez a tulajdonsága, szó se róla. Mennyi van nekünk vízből összehasonlítva a hidrogénből? Nézzétek csak! Hoppácska! Hát ez egy milliárddal több. Sokkal, de sokkal több víz van, mint amennyit a proton a szervezetedben van. A víz megváltoztatja az ő protonikus képességét, vagy éppenség negatív töltött képességét. Nézzük meg, mi a magyarázat annak, hogy fissóval a plazmát el lehet savanyítani. Az a magyarázat, hogy több klórt viszek be. Vagyis körülbelül egy ilyen 40 millimollal több klórt vittem be, negatív töltés. Elektroneutralitás? Lehet én nekem negatívan töltött plusz ionom? Nem. Valahonnan nekem pozitív ionokat kell venni? Hát hol a legegyszerűbb? A vízdisszociáció megváltozik, és inkább protonált formában lesz a víz, vagyis több proton kerül a rendszerbe, vagyis savanyítja a közeget. És ez volt a múlt órán már, hogy mit adnak általában akár ilyen sokkos vagy hipovolémiás állapotban? Nem fissót, hanem ringer laktát oldatot, vagyis a klórt helyettesítik laktáttal egy részét, a laktátot szépen a máj metabolizálja, és nem lesz pH változás. Ezt kitalálták, jaj, de érdekes módon, nem tudták ezt, hogy mi a magyarázata, 1934-ben leközölték azt, hogy jé, azok a gyerekek, akik ringer laktátot kaptak, hát jobban meggyógyultak, mint akik fissót kaptak. Miért? Hát ezért. És ez az a Stuart-féle modell, amit ha akartok, végignéztek, ha nem, remélem az előbb-utóbb már 10-20-30 év múlva, amire már majd a továbbképzésre jártok, akkor már ebbe szembesülni fogtok. Na!